A Concords csapata nyerte meg a Nógrád megyei 3x3-as kosárlabda bajnokságot. A Bocsó Tamás, Mede Sándor, Mede Szabolcs, Moravszki András 4-es egy végletekig kiélezett döntőben 22-20-ra győzték le a Szabó Zoltán vezette és az alapszakaszt megnyerő vesztesek együttesét a rájátszásban. A legjobbkor sikerült a legjobb játékunkat hoznunk. Gyakorlatilag az első három fordulóban ugye nem sikerült döntőbe jutnunk, de itt a végén sikerrel beúsztuk ezt a döntőt is. Szerintem nagyon jó mérkőzést játszottunk egyébként, tehát szerintem a harmadik, negyedik helyért is, meg a döntő mérkőzés egy kifejezetten színvonalas csata volt. Hát nekünk jött ki jobban a lépés, úgyhogy örülök neki. Ami nagyon fontos volt, hogy a végén be tudtuk dobni a büntetőinket. Ugye gyakorlatilag itt a végén falt hátán, ugye, egymás után dobáltuk a büntetőket, mind a két csapat. Hát nekünk sikerült értékesíteni 4-5 büntetőt is a végén, ez szerintem nagyon fontos volt, hogy higgadtak tudtunk maradni. Egész jól kezdtünk, jól játszottunk. Úgy gondolom, hogy a döntőbe jutásért harcos mérkőzéseken, de könnyeden győztünk. A döntőben viszont egy igazi jó csapat ellen játszottunk. Egy kiki mérkőzésen egy úgymond büntetővel kaptunk ki. Ellenfelünk megérdemelt a bajnoki címet, de azért mi nagyon sajnáljuk, hogy három fordulót megnyertünk, de a negyediket sajnos nem sikerült megnyerni. A Salgó-Tarjáni városi sportcsarnokban a bronzéremért a fehérmezes Boston és a Széchenyi együttese játszott, és végül a mérkőzés Stork Dávidék győzelmét hozta. Az egész világot meghódító B33-ban, amely a 2020-as tokiói olimpia programján is szerepel majd, ezúttal is a FIBA 3x3-as szakág előírásait betartva játszottak, 6-os labdával egy palánkra. Fantasztikus egy tornát sikerült összehoznunk. Az a csodálatos, hogy sérülésmentesen és nagyon jó hangulatban ment le ez a torna. Amikor ezt elterveztük, akkor volt egy kicsi félsz bennünk, hogy mivel már régóta nem volt nekünk ilyen a megyében, hogy ilyen felnőtt bajnokságot elindítani, hát egy felelősség is. Na, nagyon szépen lement, és gratulálok mindenkinek, aki részt vett benne, a szervezőknek is, meg a játékosoknak is, hogy ilyen szépen végig tudtuk csinálni ezt a tornát, és ebből tanultunk, sokat tanultunk. Elsődleges célunk az volt, hogy elinduljon a megyében egy olyan fajta tevékenység, ami ezt a csodálatos sportágat még magasabb színvonalra tudja egy kicsit emelni. Ugyan a régi bajnoksági rendszert, tehát a két palánkos technikát nem tudjuk a létszám miatt visszahozni, ezért volt ez az elképzelés, hogy 3x3-as bajnokságot szerveznénk. Én mindenféleképpen úgy gondolom, hogy mivel ez az első volt ilyen hosszú évek óta, egy kimondottan jó sikerült, jó színvonallal, jó körülményeket, feltételeket megteremtett módon tudtuk ezt a tornát megszervezni. A Nógrád megyei 3x3-as kosárlabda bajnokságot a tervek szerint jövőre is megrendezik, méghozzá több csapattal, így még többen pattogtathatják majd a labdát a bajnokságban.